Sok volt a beteg, és a sérültek sem épültek még fel, így összesen 13 hadrafogható játékosa volt a Kozár Mislenyese női kézilabda csapatának a keddi Kispest elleni ligakupa visszavágón. Mivel az első mérkőzésen 7 góllal tudtak nyerni Kovács Tamás tanítványai, tudták a Kozár Mislenyiek, hogy egy 6 gólos vereség is az ő továbbjutásukat jelenti. Az 56. percben 28-18-ra vezetett még a Kispest, amikor Kovács Tamás vezetőedző a hajrában mindent feltett egy lapra, és sikerült 7 gólra csökkenteni a hátrányt. 3 másodperccel a vége előtt pedig Hornyák Bernadett bedobta az ittszert, így 28-22 lett a végeredmény, vagyis 55-54-es gólarányjal a Kozár Mislenyese lesz ott a legjobb 4 között a ligakupában. De most ez a 6 gólos vereség, ahogy történt a 6 gólos vereség, ez most a csapat számára szerintem felértéke, nagyon komoly értékkel rendelkezik, hiszen olyan emóciókat mozdított meg ezen a meccsen, amit nem lehet semmilyen másképpen modellezni. Úgyhogy bízom benne, hogy a lányokba felszabadul valami, elindul valami, és elhiszik, hogy tudnak ők jól kézilabdázni. Egy biztos a betegséget, tehát önmagunkat kell legyőznünk most ahhoz, hogy hétvégén eredményesen tudjunk kézilabdázni Mohácson. Hétvégén a Mohács lesz Kovács Tamásék ellenfele a bajnokság 16. fordulójában. A célok ugyan nem azonosak, hiszen a feljutásra törekvő Kozár Mislenyese továbbra is a 3. helyen áll, míg a 10. helyezett Mohács a kiesés ellen küzd, a két baranyai csapat egymás elleni mérkőzése mindig rangadónak számít. A Mohácsi Téje 1888 Kozár Mislenyese női kézilabda mérkőzés március 7-én szombaton 18 órakor lesz Mohácson.